Amikor az ember elér egy korba, akkor azt hiszem, hogy az fontos, hogy tényleg, hogy személyes legyen, és személyessé váljon a történet. És ez a egyébként lefedett Erdélyhez való kötődés, ez ebben a egyébként dokumentum műfajban nagyon határozott. Milyen érzés, hogy a férjének ez az utolsó filmje, és hogy milyen érzések? Remélem, hogy nem az utolsó, mert ez egy óriási nagy anyag, amit a Kézdi Kovács Zsolt a 1989-es esztendőbe kezdett el forgatni, és 95-ig dolgozott rajta. Aztán ez pihent, ez a dolog sajnos, de aztán feltámadt. És egyébként is ez a vetítés egy feltámadási vetítés, mert ez a három film, különösen az elsőmnek az a neve, hogy Kezdet, és Karácsony és újévi népszokások, az hát az ő halála előtt pár héttel fejeződött be, ő még látta készen, lekeverve, és én, és dolgozott rajta végig, és a többi meg rám marad, meg a kollégáimra, hogy csináljuk, úgyhogy én életfogytos vagyok, tehát én ameddig vagyok, és bírom, addig csinálom, és az még mindig mind az ő filmje lesz.